N'Golo Kantét a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus is leigazolná. Saul Ñíguez pótolhatja Paul Pogbát a Manchester Unitednél. Thiago Alcantara újra a Barcelona játékosa szeretne lenni. Szoboszlai Dominik csapattársa Takumi Minamino lehet a Liverpool első téli szerzeménye. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb átigazolási híreit. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen együttese a hétfői napon hivatalos közleményben tudatta, hogy leigazolta a River Plate argentin irányítóját Ezequiel Palacios-t. A német klub bejelentése szerint a 21 éves négyszeres válogatott játékos szerződése január 1-én lép életbe, és 2025. júniusáig köti majd a gyógyszergyári alakulathoz. Palacios a River Plate saját nevelésű játékosának számít, amelynek felnőtt csapatában 2015-ben mutatkozhatott be, és az azóta eltelt 5 évben 77 tétmeccsen ölthette magára az együttes szerelését, és ezeken 7 gólt és 10 gólpasszt jegyeztek fel a neve mellé. A játékos a tavalyi évben hívta fel magára az európai top csapatok figyelmét, köszönhetően a Libertadores kupában nyújtott kiváló játékának. Palacios a kieséses szakasz valamennyi meccsén kezdőként lépett pályára a Riverben, így a nagy rivális Boca Juniors elleni két felvonásos döntőben is, amelyet végül csapata 5-3-as összesítéssel nyert meg. A középpályás a finálé mindkét meccsén csapata egyik legjobbja volt, nem csoda, hogy a Real Madrid figyelmét is sikerült magára irányítania, sőt tavaly télen úgy tűnt, hogy a királyiak le is igazolják. A két klub állítólag már előre haladott tárgyalásokat folytatott egymással, ám a januári átigazolási szezonban végül nem sikerült tető alá hozniuk az üzletet, ráadásul Palacios februárban súlyosan megsérült, így a blankók végképp lemondtak róla. Felépülését követően azonban hamar visszanyerte régi formáját, amivel sikerült meggyőznie az őt szintén régóta figyelő Bayer Leverkusent arról, hogy érdemes őt szerződtetni. A pontos vételárat ugyan nem hozták nyilvánosságra, ám a német sajtó szerint a gyógyszergyári klub 22 millió eurót fizet a középpályás játékjogáért. Az angol sportsajtó gyakorlatilag tényként kezeli, hogy a Red Bull Salzburg japán erőssége Takumi Minamino januárban a Liverpoolba igazol. Az osztrák egyesület sportigazgatója Christoph Freund azonban egyelőre csak annyit ismert el, hogy a két klub megkezdte a tárgyalásokat. A Salzburgiak korábban éveken keresztül próbáltak bejutni a bajnokok ligájába, de mindig elbuktak a selejtezőben, ezúttal viszont remekül helytálltak a csoportkörben is. A jó BL szereplés ugyanakkor azt jelentette, hogy a csapat fiatal játékosai még inkább előtérbe kerültek az átigazolási piacon, és például a norvég támadóért, Erling Haalandért sorba állnak a sztárklubok, de nem ő az egyetlen salzburgi, aki hamarosan máshol folytathatja. Minaminót a Liverpool szemelte ki, és angol lapértesülések szerint a japán szélső alacsony kivásárlási záradékának köszönhetően gyakorlatilag már meg is szerezte őt, és a játékos már januárban a vörösöké lesz. A 24 éves támadóért a poolnak állítólag mindössze 8,5 millió eurót kell fizetnie. Mindez valóban rendkívül kevésnek tűnik Minaminoért, aki 2015. januárja óta futballozik Salzburgban, és azóta 199 mérkőzésen 64 gólt szerzett, illetve 44 gólpasszt osztott ki. A válogatott támadó ráadásul az európai porondon is megállta a helyét, hiszen a nemzetközi sorozatokban 39 találkozón 11 gólja és 7 asszisztja van. A transfert hivatalosan még nem ismerték el, de a Liverpool edzője Jürgen Klopp például újságírói kérdésre sokat sejtetően úgy nyilatkozott, hogy a japán focisták hozzáállását, munkamoráliát mindig is nagyra tartotta. Minden esetre Minamino leigazolása levenne némi terhet a vörösök támadó triójáról, hiszen a Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané hármas tagjai eddig csak kevés pihenőt kaptak az idényben. Az Arsenal és a Napoli szurkolói számára sincsen túl sok ok az örömre mostanában, ugyanis mind a két klub szereplése messze elmarad a várakozástól, és mindkét egyesület edzőcserében látta a megoldást. Elképzelhető, hogy a két klub hamarosan egy játékos miatt üzletel majd egymással, mivel a hírek szerint a nápolyiak az ágyúsok középpályásával, Lucas Torreirával kívánják megerősíteni a középpályájukat. A 23 éves urugvái tavaly nyáron 28,6 millió euróért igazolt a londoniakhoz a Sampdoriától, és eleinte úgy tűnt, hogy éppen egy ilyen agresszív labdaszerző középpályás hiányzott az Arsenalból.
Torreira azonban a jó kezdet után beleszürkült a csapatba. Igaz, helyzetét nem könnyítette, hogy Unai Emery sokszor támadóbb szerepkörben játszatta, ami nem illett a stílusához. A dél-amerikai légiós, illetve családja állítólag az angliai életet sem tudta teljesen megszokni, és a lapok szerint már a nyáron is felmerült annak lehetősége, hogy visszatér Olaszországba, akkor az AC Milánnal hozták kapcsolatba. Az ágyúsok további szenvedése nyomán az olasz lapok szerint Torreira továbbra is szívesen visszatérne a szériába, ahonnan most állítólag a Napoli csábítja. A Gazzetta dello Sport úgy tudja, hogy a nápolyi egyesület, amelynek kispadján nemrég Gennaro Gattuso váltotta Carlo Ancelottit, januárban szeretné kölcsönvenni Torreirát 3 millió euróért, azzal a kitétellel, hogy a nyáron aztán további 27 millió euróért kötelező lenne megvennie. Miután az olasz egyesület keretében a brazil Alan személyében csak egyetlen vérbeli labdaszerző középpályás van, így Torreira megszerzése logikusnak tűnik a Napoli számára. Ugyanakkor az Arsenaltól nem lenne észszerű elengedni az uruguayit, pláne nem ennyiért. Hans-Dieter Flick irányításával egyre jobban teljesít a Bayern München, azonban a bajorok támadó részlegében továbbra is akadnak kisebb gondok, nem véletlenül akarták már a nyáron megszerezni Leroy Sané-t. A Manchester City jelenleg sérült szélsőjének alternatívája a legfrissebb pletykák szerint a Shakhtar Donetsk fiatal Brazília Tete lehet. A müncheniek a bajnokságban 15 forduló alatt 41 gólt értek el, a Bajnokok Ligája csoportkörében pedig 6 találkozón 24 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját, vagyis ontják a gólokat, ám ennek ellenére a vezetőség szeretne egy szélső támadót igazolni. A fő kiszemelt Leroy Sané a Manchester Cityből, akit már a nyáron megvettek volna, de akkor egy tércalak szakadás meghiúsította a küszöbön álló üzletkötést. A müncheniek ugyan nem tettek le a német játékosról, de azért szétnéztek a piacon, hogy ki jöhet még szóba, és állítólag a Shakhtar Donetsk erősségét Tetét nézték ki. A mindössze 19 éves brazil szélső az év elején igazolta az ukrán egyesülethez a Grêmiótól 15 millió euró ellenében. A korosztályos válogatott támadó azóta 28 mérkőzésen lépett pályára a Shakhtarban, és 8 gólt szerzett, illetve 6 gólpaszt adott, és betalált a Bajnokok Ligájában is. Ez első pillantásra talán még nem tűnik elégnek ahhoz, hogy a Bayern már is szemet vessen rá, ám Tete menedzsere Pablo Bueno egy brazil lapnak azt nyilatkozta, hogy a bajorok hajlandók lennének akár 50 millió eurót is fizetni érte. Ezzel az összeggel egyébként a fiatal brazil Lucas Hernandez mögött a müncheniek történetének második legdrágább játékosa lenne. Ennek fényében a játékos ügynök kijelentésének valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető. A FIFA által kiszabott büntetés miatt a Chelsea az idény előtt nem igazolhatott új játékost, azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság csökkentette a londoni klubot sújtó szankciót, így a kékek januárban már erősíthetnek. Frank Lampard a hírek szerint elsősorban a támadó sort szeretné megerősíteni, és legújabb kiszemeltjének a Crystal Palace erőssége Wilfried Zaha számít. A Chelsea papíron nem áll rosszul szélsőkből, hiszen a nyáron érkezett Christian Pulisic mellett a saját nevelésű Callum Hudson-Odoi, a rutinos brazil Willian és a spanyol Pedro is bevethető ezen a poszton. Utóbbi két játékosnak azonban a nyáron lejár a szerződése, és könnyen lehet, hogy mindketten távoznak. Hudson-Odoi pedig rendkívül sérülékeny, így nem meglepő, hogy Lampard januárban elsősorban a támadósorban szeretne erősíteni. A játékos egyébként már a nyáron is közel állt ahhoz, hogy elhagyja klubját, ám hiába jelentkezett beérte az Arsenal, a Palace ragaszkodott hozzá, és 95 millió eurónál kevesebbért nem volt hajlandó elengedni, pedig Zaha még átigazolási kérelmet is benyújtott. Az ágyúsok ezt az összeget túl soknak tartották, és inkább Nicola Pepe-t vették meg 80 millió euróért, Zaha pedig maradt a Crystal Palace-ban, ahol eleinte nem ment neki a játék, de az utóbbi hetekben már kezd formába lendülni, és immár 2 gól, illetve 2 assziszt áll a neve mellett. Ezzel együtt továbbra is szeretné kipróbálni magát egy erősebb csapatban, így a Chelsea érdeklődése kapóra jön neki. Kérdés, hogy a kékek hajlandók-e kifizetni a klubja által kért összeget? A klubcserét megkönnyítheti, hogy a Palace szeretne egy középcsatárt igazolni, és a Chelsea-nél parkolópályára tett Olivier Giroud is a kiszemeltjei között van, így őt is bevonhatják az ügyletbe. A Manchester United az elmúlt hetek javuló eredményeinek köszönhetően nem tett le arról, hogy odaérjen az első 4 közé a Premier League-ben, és ennek érdekében a klub a télen állítólag igyekszik tovább erősíteni keretét. A manchesteriek egyik kiszemeltje az Atletico Madrid középpályása Saúl Ñíguez, akit klubja a legfrissebb hírek szerint a kivásárlási záradékánál alacsonyabb összegért is hajlandó lenne elengedni. A vörös ördögök 6 mérkőzés óta veretlenek a bajnokságban, aminek köszönhetően feljöttek a 6. helyre,
és a negyedik Chelsea már csak 4 pontra van tőlük. Ezzel együtt főleg a középpályán ráférne a gárdára az erősítés, hiszen ebben a csapatrészben Paul Pogba hónapok óta sérült, Nemanja Matićra pedig nem számít Ole Gunnar Solskjær, így majd minden bajnokin Fred és Scott McTominay szerepelnek, akiknek a teljesítményére nem lehet panasz, ám a norvég trénernek jól jönne, ha lenne más alternatívája is. Az Atletico Madrid középpályása Saul remekül illik ebbe a profilba, ráadásul a 25 éves játékost a Manchester United évek óta próbálja megszerezni. Az angol egyesület állítólag 2016-ban hajlandó lett volna kifizetni az akkor még csak nagy tehetségnek tartott futballista kivásárlási záradékát, ami akkor még csupán 26,7 millió euró volt, ám Saul akkor még nem akarta elhagyni nevelő egyesületét. A középpályás most már alapembernek számít az Atletico-ban, 19-szeres spanyol válogatott és 2017 nyarán 9 éves megállapodást kötött a matracosokkal, vagyis jelenlegi szerződése 2026-ig érvényes. Ebben a szerződésben lapértesülések szerint 150 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, ami még a manchesteriek számára is túl soknak tűnik. Azonban angol lapértesülések szerint az Atletico immár ennél kevesebbért, 100 millió euróért is hajlandó lenne elengedni Sault. Ehhez persze az is kell, hogy a középpályás egyértelműen jelezze távozási szándékát, hiszen jelenleg kihagyhatatlan Diego Simeone csapatából, ebben az idényben csak eltiltás miatt hiányzott, a többi összecsapást pedig egytől egyig végigjátszotta. Az viszont figyelemre méltó, hogy a játékost az az angol menedzseriroda, a Stellar képviseli, amelynek kuncsaftjai többnyire Angliában játszanak, és köztük van a Manchester United két erőssége, Daniel James és Luke Shaw is. Nem minden játékos örül maradéktalanul annak a Bayern Münchennél, hogy Hans-Dieter Flick lett a csapat új edzője. A Sportbild értesülései szerint Thiago Alcantara is azon futballisták közé tartozik, akik elégedetlenek a helyzetükkel, éppen ezért a spanyol játékost erősen foglalkoztatja a távozás gondolata, korábbi klubja, az FC Barcelona pedig állítólag tártkarokkal várja. A 28 éves középpályás az idény elején, amikor még Niko Kovács ült a bajorok kispadján, alapembernek számított, csak eltiltás vagy sérülés miatt hiányzott a kezdők közül. A Flick által irányított 8 tétmérkőzés közül 4-szer azonban csak kispados volt, és az Olympiakos ellen be sem cserélték. Szerződése ráadásul 2021 nyarán lejár, és a Sportbild úgy tudja, hogy nem akarja meghosszabbítani, ami egyben a müncheniek számára azt jelenti, hogy a nyáron el kell adniuk, ha pénzt akarnak kapni érte. Thiago állítólag szeretne visszatérni Spanyolországba, és korábbi csapata az FC Barcelona számára ez kapóra jönne. A brazil származású, ám spanyol válogatott középpályást 15 éves korától a Barca akadémiáján, a La Masián nevelkedett, majd az első csapathoz felkerülve pontosan 100 mérkőzésen lépett pályára, mielőtt a Bayern 2013 nyarán meg nem vette őt Pep Guardiola kérésére. A Barcelona egyszer már szerette volna visszaszerezni, 2015-ben állítólag Thiagót szemelték ki Xavi hosszú távú pótlására, de a müncheniek akkor nem engedték el a középpályást. Ezúttal más a helyzet, ha a Barca valóban bejelentkezik, akkor alig ha mondanak nemet. A kérdés már csak az, hogy a katalánok mennyit hajlandóak ajánlani a játékosért, akinek egyébként a piaci értékét a Transfermarkt 70 millió euróra taksálja. A Chelsea francia világbajnokát N'Golo Kantét jelenleg a világ legjobb védekező középpályásának tartják, nem csoda, hogy rendre kapcsolatba hozzák más európai sztárcsapatokkal. Az ESPN például a napokban arról számolt be, hogy a londoni kékek kiválóságát az FC Barcelona, a Juventus és a Real Madrid is örömmel leigazolná. A 28 éves játékos 2015-ben viszonylag ismeretlenként igazolt a Kantól a Leicester Cityhez, amellyel nagy meglepetésre megnyerte a Premier League-et, majd ezt követően a Chelsea-hez szerződött, és Londonban is rögtön bajnok lett. Azóta a posztján a világ legjobbjának tartják, amit csak erősített a 2018-ban a francia válogatottal megnyert világbajnoki cím. Ráadásul időközben egy igazán sokoldalú játékos vált belőle, hiszen most már a támadásokat is nagyobb hatékonysággal támogatja. Erre bizonyíték, hogy ebben az idényben már 3 gólt is szerzett a bajnokságban. Szerződése 2023-ig szól a Stamford Bridge-en, és a napokban a Téléfút francia tévéműsorban kijelentette, sokat köszönhet a Chelsea-nek, és reméli, hogy még sok remek éve lesz a klubnál. Ennek ellenére a spanyol Eldes Marque úgy tudja, hogy Kanté a nyáron távozni szeretne a londoniaktól, ami jó hír a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus számára. A madridiak szakvezetője Zinedine Zidane állítólag remek kapcsolatban áll honfitársával, és már a nyáron is szerette volna meggyőzni a királyi gárda elnökét, Florentino Perezt, hogy vegyék meg Kantét.
Sőt, egyes talpértesülések szerint a Chelsea meg is állapodott a Reállal, hogyha eladják a középpályást, akkor a madridi egyesület ajánlata lesz az első, amit meghallgatnak. Ami a Juventus illeti, a torinóiaknál az a Maurizio Sarri az edző, aki az előző idényben a Chelsea-nél dolgozott a francia középpályással, és éppen ő volt az, aki kicsit támadóbb szerepkört adott neki. Úgy tudni, a játékos legszívesebben a Reálhoz igazolna, ugyanakkor a klub cseréjét megnehezítheti, hogy Kanté vételárát a londoniak nagyjából 100 millió euróra taksálják. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!